Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy felteheted a kérdésedet. A díjam az 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És most megnézzük azt, hogy mi az ő gondolata, mit tervez. Itt látható a korbács. Ez fáj neki. Itt vannak fájdalmas emlékek. Vagy valaki megbántotta őt. Az is lehet, hogy ő hibázott, és ő bántott meg téged, viszont itt a korbács mellett megjelenik a kasza, és elvágja ezeket az emlékeket, ezt a helyzetet, tehát elmúlik nála ez a fájdalom. És hogyan érzi magát? Itt a mélybe tekint, és nincs meg nála a bizalom. Ez a lovas férfi lehet egy férfi a környezetében, egy kolléga, egy barát például, és itt látható a hamisság. Valaki becsapta őt, lehet, hogy pontosan ez a helyzet, ami így foglalkoztatja a gondolatában, hiszen itt megvan ez a megsértődés, és a kasza el akarja vágni ezt a kapcsolatot. Rájött arra, hogy a férfi hibázott, vagy becsapta őt, vagy hazudott, vagy kihasználta őt, a mélybe tekint, és rendezni fogja a dolgokat, hiszen lezárja ezeket a hamis kapcsolatokat. Mit fog tenni? Itt látható a szív, szeret téged, és ezt ki fogja mutatni. Itt a gyűrű jelenti a kapcsolatot köztetek, vagy azt is jelentheti, hogy visszatér hozzád, de lehet egy házassági ajánlat is. És mi köt össze benneteket? A felhő azt jelenti, hogy valami még átláthatatlan. Én úgy gondolom, itt erről a hamis személyről van szó, befolyásolja az eseményeket. De a felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet, hogy fél éven belül lesz itt egy tartós kapcsolat, vagy egy eljegyzés, és nyitott lesz szerelemről, vagy a jövőről beszélni. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendel Rákos.